én fogom készíteni a frizurádat. Szia! Mit vársz az átváltozástól? Izgulsz már? Persze, hát, nagyon izgulok, de tudom, hogy jó kezekben vagyok, úgyhogy remélem, hogy jól fog sikerülni a frizurám. Oké. Na izgulj, Márti, egy hozzád illő frizurát fogok készíteni az átváltoztatás során. Egy szép longbob frizura fog készülni a hajadból, egy púderes árnyalatú balayással, ez nagyon fog illeni majd a természetes színeidhez, meg a személyiségedhez. Szia, Edina! A hajadat le fogjuk vágni egy longbob formára, és a hajszínednek adunk egy szép természetes átmenetet. Én nagyon vártam, Zsuzsa, ezt a napot, de hogy éled ezt meg? Én is vártam, de nagyon izgulok, de azt gondolom, hogy a délután végére mindketten nagyon elégedettek leszünk. Nem kell aggódnod, minden rendben lesz, majd kitalálok neked egy nagyon hozzád illő frizurát. Pontosan még nem tudom, hogy mit, de majd a végére meglátjuk. Briginek eltüntetjük ezt a kevésbé jól sikerült hajszínt, vágunk neki egy nagyon vagány frizurát, és festünk egy tök szép vöröset. Sziasztok, Gina vagyok. A modellem Marietta teljes átváltozásra vágyik, ezért szükséges volt már órákkal hamarabb elkezdjem a munkát, hogy felvilágosítsam hozzá a haját. Ez az átalakításos sorozat tökéletes lehetőséget biztosít számomra ahhoz, hogy megmutassam az ékszerek kiegészítő szerepét különböző öltözetekhez. Az elmúlt években teret hódítottak már ugye az antik, az oversize, a játékos, a tengerész, illetve sorolhatnám még a különböző stílusú ékszereket. Úgy néz ki, hogy az idei évben dominálni a színek fognak, a színes darabok, a színes ékszerek. A stílus és az egyediség ott van mindenkiben, csak ezt meg kell találnunk. Most 5 szerencsés nyertesünk van, akiknek ebben segítséget tudunk nyújtani a csapatunkkal. Öt főt sorsoltunk ki, akiket én fogok felöltöztetni. A ruhaválasztásnál az elsődleges szempont az az alkat figyelembevétele lesz, hisz ez az egyik legfontosabb. Elbeszélgetésünk azzal fog indulni, hogy a hétköznapokon, illetve alkalmakkor milyen színeket használ szívesen, illetve hogy megmaradjunk-e a hagyományos öltözködési stílusánál, vagy pedig kimozdulhatunk egy kicsit a komfortzónájából. Figyelembe veszem ugye az alkatot, erről már beszéltem, a hajszínt, bőrszínt, szemszínt, illetve az ő stílusát. Nagyon fontos megtalálni a stílust, hiszen egy jól megválasztott ruhadarabban a szemünk is másként csillog. Thank you.
Dombovári Edina vagyok, az Angyal Púder Szalomból. A mai nyertesek sminkjét én fogom elkészíteni. Szeretnék pár szót mondani arról, hogy milyen szempontok alapján szoktam a sminket elkészíteni. Az első, hogy milyen a bőrtípusa, hány éves, milyen alkalomra készül a smink, milyen ruhát, kiegészítőt visel, illetve milyen a vendégemnek a személyisége. Ezeket a szempontokat sminktanácsadásnál is el szoktam mondani, hiszen hasznos információkkal látom el a vendégeket, utána gyakorlatban is elkészítjük a sminket. Ez úgy zajlik, hogy az arc egyik felét én készítem el, a másikat pedig a vendégem, amit otthon is hasznosítani tud. Hiszen a jó elkészített smink nem látszik, csak maga a nő.